Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Hámori Máté vagyok, ez itt a Semmi Komoly. Mai vendégem pedig Hámori Gabriella színésznő. Hello. És nem egy cég. De miért mondod el? Tehát ez lett volna a poén, hogy majd elmondjuk a végén, hogy milyen rokonság köt minket. Jó, tehát tessék végignézni, jó? Tessék végignézni, végighallgatni, és a végén kiderül, hogy milyen szintű rokonság köt minket össze. Egyébként az a vicces, hogy ezt még nem is mutattam itt, ahol most ülünk, van egy kis szobám, ilyen karmesteri szoba, és ott te vagy kirakva ilyen premier plánba direkt. Mert Judit megmutatta. Megmutatta? Igen. Tényleg? Igen. Tehát ezt direkt rájátszok erre, most már évek óta, hogy én senki nem tudja, hogy testvérek vagyunk, vagy unokatestvérek, vagy mit tudom én. Engem egyszer a Bánfi György leszólított egy előadás után, őt néztem meg, és elkezdett hozzám nagyon kedvesen beszélni, mert azt hitte, hogy a testvéred vagyok. Azért? Vagy... Azért volt kedve? Igen, mert valahogy ismerte a családotokat, nem tudom, és akkor így nagyon csalódást okoztam neki azzal, hogy mondtam, hogy nem én vagyok az, akinek gondol. Volt egy ilyen kis félreértés. És akkor így ott hagyott, hogy akkor már nem így, is. Így történt, mert elszigyelte magát, hogy zavarba jött, és így elment. És sajnáltam őt, hogy... Na, egyébként na, most már, hogyha már lelőttük, hogy nem vagyunk testvérek, sajnos, de hogy... Nektek mi volt? Te Hámori vagy ilyen 100 generációra visszamenő? Mert mi nagyon nem. Mi sem. Nem. Nálunk egy ilyen nagyon vegyes hármas van. Vannak ilyen magyar nevek az anyukám részéről, vannak sváb nevek, és van lengyel. Tehát, hogy egy ilyen hármas. És van szlovák is. Szlovák nálunk is van. Nekem a nagypapa Krauda volt, és abból lett Hámori. Azt hiszem 30-ban magyarosított, valahogy az így, és akkor apám talán már Hámorinak született, azt hiszem, de szóval ez egy régi patinás néva. Hámori. De mindegy. Szóval ezt leszámítva egyébként azért is vagy kint a nálam, mert volt egy kampány, amiben részt vettél nekünk, mikor megcsináltuk az Út a zenéz oldalt. Meg azért, mert én nagyon kevés szakmára vagyok, nem az, hogy féltékeny, de hogy nagyon kevés szakmát tudnék elképzelni. Na, azt szívesen csinálnám, mert annyira jó az enyém, tudod, hogy nem adnám, nem cserélném. Az nagyon jó szakma. Nagyon jó szakma. De egyik ilyen az a színész. Tehát ha lehetnék valami, és újra kezdeném, és nem tudom, nem ez lennék, akkor lehet, hogy elgondolkodnék rajta, hogy egy ilyen másik remek csepűrágó szakmát válasszak, és ez a színész. Hát ez nagyon érdekes, én pont most vagyok egy olyan szakaszban, ezen is gondolkoztam, hogy miről fogunk beszélgetni, de nekem mindig ez így lebeg, hogy olyan jó lenne mással is, meg nem tudom, tehát hogy valami nem teljes azért mindig ezzel, valami hiányzik belőle. És most van pont egy ilyen kis premier loch, vagy a német, hogy bemutató utáni, bemutató meg felújító próba utáni állapot, hogy úgy hirtelen mit is kezdjek magammal, egy csomó tervem van meg minden, de hogy igazából más irányú dolgok. Ez a post-coitam omnes animal triste, vagy hogy van ez latinul, de ez nem mindig érzem én is, hogyha van valami nagyon ilyen felfutó, és utána lejössz a színpadról, még akkor még jó, mert akkor még a tapsba jössz ki, jó esetben tapsba jössz ki, és akkor másnap van egy ilyen leülés, hogy most akkor minek. Tehát sokan azt hiszik, hogy aki színpadon van, annak az egész élete arról szól, hogy a virágok közt fürdik, és akkor másnap is még a siker elkísér, és nem, van a legrosszabb, mikor vége van. Mert úgy mi annyira egy időszerű, ilyen pontba belesűrített dolgot csinálunk, hogy ott történik meg, ott van a közönség, és hogy másnap abból semmi nem marad, nem? Hát, vagy kevés. Vagy ahogyha tudom, hogy mondtad, hogy ti van, hogy egyszer játszotok valamit. Ez szörnyű. Meg nálunk minden koncert premier. Ez más, mert mi meg évekig megtartunk egy darabot, ami velünk együtt transformálódik, meg én is változom, többiek is változnak, valahol tényleg meghaltak a családok, születtek gyerekek, tehát hogy az egész élet átdolgozta azt az anyagot, amit közben mindig játszunk. És vannak olyan anyagok, mint például a Nőnyugat volt, ami a Nyugatos feleségek, amin ezek a bölcsességek és újra bejött tudások nagyon érezhetőek voltak Lázár Katival, Füranikóval, Bíró Krisztával. És azon például mindig, és Kerekes Vikivel mindig néztük, hogy mennyi minden történt velünk a 6 év alatt, amíg játszottuk. De hát van, amikor így újra be kell élesíteni azokat a dolgokat, amik voltak mondjuk egy hónapja, vagy két hónapja, és az néha furcsa.
Hogy messziről vissza kell hozni ugyanazt a fókuszt, de ilyen tűhegynyi. Ezek főleg inkább az ilyen nagyon összetett komplex rendezéseknél vannak, igen, nem? Akár a Bodó rendezése, ami most is volt, mert ilyen nagyon, nagyon felfokozott, tehát az energiaszint az rögtön itt van, egy olyan rezgés számon kell lenni. De vannak zeneműben is ilyenek, nem? Amit így nem tudsz elkezdeni. De abszolút, úgy, hogy... sőt, ezt fel is akartam vetni, mert én most az egyik, amire készülök, a Csajkovszki 5. szimfóniát fogom dirigálni, mikor ez már lemegy, akkor már múlt idő, de hogy ezt először 20 évesen csinálhattam, még zeneakadémista voltam, és meghívtak Szombathelyre, ami egy nagyon nagy dolog volt, hogy én egyáltalán oda jutok, és akkor ott ezt vezényelhettem még más művek mellett. És emlékszem, hogy akkor, hogy készültem rá, meg mi volt a fontos benne, hogy minden hangot megtanuljak, nagyon fejből nagyon jó legyen, pontos legyen, izé. És akkor dirigáltam, hogy pár évvel később már ezzel a zenekarral is, meg asszisztáltam is Vásári Tamásnak, betanító karmester, de egy csomó oldalról láttam, és most eltelt 20 év, és most elővettem megint, és hogy most már mennyire más, hogy így alakulnak ezek a darabok, vagy hát én alakulok valószínűleg, nem a darab, de hogy és az a jó a remek művekben, hogy nem tudsz rá unni, hogy neked van ilyen szerep, nálatok is nagyon nagy azért a darab meg a szerep fluktuáció, hogy van olyan szerep, ami visszatért, és visszatértél hozzá, és ilyen szempontból most már azt látod, hogy teljesen más jelent számodra? Van, például a Solness, amire majd érkezni fogtok. Igen, reméljük. Igen. A Solness Ibsen, én ott egy annyiban nehéz szerep az, hogy nagyon, tehát nagyon erős dolgot kell csinálni, de így kísérni inkább a két főszereplőnek az állapotait, vagy egy olyan szólam, ami néha jelenik meg, de egy nagyon exaltált és nagyon más típusú szólam, mint amit így hallanál, vagy nézel. És először az az energia, amit ehhez meg kellett termelni, ez két csecsemőt gyászoló nő, aki így az egész életét egy ilyen nagyon furcsa dimenzióban tölti már, és kiüresedett kapcsolat. Ezt az energiát nem tudtam először kezelni, vagy nem tudtam bánni vele, és azt éreztem, hogy rám is visszahat, és borzasztó rosszul voltam tőle én is. Sokszor gondoltam így a felmenőimre, hogy ki hány gyereket vesztett el, tudok egy dédmamáról, aki bába volt. Tehát ilyen kicsit ilyen transzgenerációs, nem akarok ilyen trendi, Orvostott nem, de hogy nem akarok így ezzel jönni, de mégis valóban a munkánknak van egy ilyen része, ami minket is megdolgoz. És mostanra jutott el oda, hogy elkezdtem ehhez jó értelemben művészileg közelíteni, és elkezdtem nagyon jól gyúrni ezt a dolgot, és elkezdtem úgy megcsinálni, hogy engem már nem úgy ráz meg, hanem tudok kezelni. És örömömet lelem abban, hogy egy ilyet formálok meg, egy ennyire durva traumát. De ehhez egy csomó idő kellett, és ezen csodálkozom, hogy elmondtam, hogy mennyire szívesen lennék színész, but on the other hand, ugyanez, hogy ti azért kimentek, és így gyakorlatilag az első perctől kezdve, ha valaki ezt jól csinálja, akkor az embernek az az érzése, aki ott ül, mint néző, hogy ez az ember az életét eljátsza ott a színpadon, és ugye nem egyszer játsza, hanem minden est eljátsza az életét. Hogy lehet ezt épésszel kibírni? Mindig ezen szoktunk gondolkodni. És nem, általában sokan nem bírják képésszel, mindenféle bajuk lesz a színészeknek, de ha valaki meg kibírja, és akkor eljut arra a fokra, hogy most már másképp közelítesz hozzá, azt mondod, akkor viszont beérik ez a dolog, hogy van erre valami stratégia, tehát tényleg, ha benne vagy a szerepben, és egy ilyen kemény szerepben, és azért nem egy kemény szereped volt neked is a pályafutásod alatt, akkor az azért kivesz, hogy hogy teszed magadat rendbe, meg hogy teszed vissza egy ilyen után, hát vagy ez közben. Ez egy nagyon aktuális kérdés, ezen még most is úton vagyok. Tehát most kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni igazából. Eddig inkább úgy az önkeresés, meg útkeresés, meg nem tudom, és most valami teljesen más hely. Hát abszolút érzem azt, hogy 45 éves lettem, foglalkoztat, hogy mi lesz az életem második felében, hogy ezt a szakmát fogom-e csinálni, vagy ha igen, akkor hogyan, és hogy magamnak se ártsak, és a családomnak se legyen nehéz, amikor én már megyek be, és előtte van egy olyan felfokozott állapot, hogy már másképp kell velem beszélni, vagy hogyha nem úgy beszélnek velem, akkor érzem, hogy én is olyan feszültebben válaszolok. Ezeket szerintem érdemes megnyitni, hogy színészek nem feltétlenül tényleg csak a virágban fürdenek, de egyébként nincs semmi panasz, ez egy feladat, egy életfeladat. És ez egy dolog. Azt gondolom, hogy vannak technikák. Azt gondolom, hogy például a maga a szakmaiság tud egy nagyon-nagyon jó
eszköz lenni, vagy egy olyan teres dolog, amiben elkezdi az ember ezeket így jól csinálni. Szóval érdekes, hogy mondod, hogy ugye a keresést, mondjuk te alapvetően, amennyire én rád látok, hogy minden nap látlak ott a öltözőmbe, de hogy amennyire látom kívülről, mondjuk ezért egy alapvetően kísérletező, meg kereső típusú. Tehát, igen, hogy te nem az volt, hogy bekerültél, hát most már jövőre 20 éve az örkénybe, és akkor, na, akkor itten, innen nyugdíjba megyek, hanem mentél mindenfele, mentél Amerikába, mentél Németországba, éltél is Berlinben, tehát, hogy te azért kerested, hogy még hova lehet, mit lehet, hogy lehet. Tehát az, amit most mondasz, hogy látszólag kívülről azt lehet mondani, hogy az Őrkész Színház vezető színésznője, tök sok szereppel, fantasztikus, sikeres színház. De tényleg, tehát és akkor mi gond lehet? És erre azt mondja, hogy de hát ő most keresi, meg nem tudja, hogy legyen. Ez valahol szerintem beleillik a te... Persze, igen. Más is mondta, aki így ismer, hogy jó, de hát te mindig ezt csinál, tényleg mindig ezt csinál. Tényleg így van egy ilyen. Igen, mert valahogy én nem tudok megnyugodni. Vannak dolgok, amikben igen, de azt érzem, hogy nem az visz tovább, ugye? Igen, mert te anyuka vagy, meg szóval az ember azt gondolja, hogy na jó, de most már lehet megnyugodott egy gyerek, de hogy nem az a fajta anyuka vagy, aki innentől az életednek a terhét így ráraktad a gyerekedre, ezek szerint. Nem. Az viszont tényleg foglalkoztat, hogy a színház színház és a film, amikor túl súlyban van, akkor nem veszítem el a fókuszt, mert annyival már nem tudom másfél, tehát hogy tudom, hogy kell vele foglalkozni és figyelni kell rá, de én nem tudom úgy megélni azokat a pillanatokat, hogy tényleg ott legyek vele, hanem közben érzem, hogy kattog, és ez nagyon rossz, hogy ezen gondolkozom, hogy mit csináljak. És emiatt van lelki furdalás, plusz valóban érdekel az, hogy mit tudnék más csinálni az életben, ami ő hozzávisz közelebb ahhoz az állapothoz, amiben ő van, úgyhogy elkezdtem mesét írni, elkezdtem illusztrációkat készíteni, és szeretném ezt így fejleszteni, mert szerintem ez is nagyon jó dolog, a gyerekeket megszólítani. Gyerekjóga oktatást tanulok, tehát hogy remélem, hogy ebben is találok valami olyan szikrát, amiért érdemes így felkelni minden nap. Tehát valahogy ez volt eddig a művészet, vagy a színház, és én kezdek ettől úgy eltávolodni, hogy azt gondolom, hogy a Lotti élete, és ha még esetleg lenne gyerekem, de hát ezt még nem tudjuk, mert már azért más az életkorom, de néha még azt érzem, hogy nagyon későn kezdtem el ezt a családalapítás dolgot, de hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha valahogy úgy vonnám be magam az ő életébe, hogy ő nem úgy fog emlékezni rám, hogy a jó anyám színésznő volt, mindig ment be, mindig az előadásokhoz, és akkor ő is igazodik, meg nem tudom. Mert szerintem ez nagyon nehéz színész gyereknek lenni. Ez kemény. Az biztos. És nem akarom őt kitenni ennek. Tehát, hogyha a legerősebb szándékom most mi az életben, ha valaki kérdezi, akkor valószínűleg ez. És nem is ér annyit egy pálya, hogy őt kitegyem ennek. Hát igen, de másfél meg a gyereknek ugye a legfontosabb nem az, hogy szerintem... Hogy te is jól legyél. Nem, hogy te jól legyél. Tehát te az legyél, aki vagy, és akkor igazából mindegy, hogy mennyit látod. Nem mindegy persze, de majdnem, hogy mindegy, hogy mennyit látod. Nagyon sok olyan szülőt látok, aki az életét feláldozza azért, hogy a gyereke versus gyűlöli az életét is, és a gyereket is egy idő ez után. És akkor a gyerek ezt gyönyörűen érzi, és utána meggyűlöli a szülőt azért, mert ennyire. Tehát ez se jó. Tehát nyilván nem, most mondtad, hogy a gyerek, de ez belülről is fakad, hogy keresgélsz. Ismerek ilyet. Tehát van olyan, például a Kolonics Klári, fantasztikus operaénekes, és tényleg pályája csúcsán levő valaki, és ő elkezdett rózsakerteket építeni, mert ő azt szereti. És gyönyörűeket épít, gyönyörű rózsákat csinál, szerintem nem mesít is, ebben most nem vagyok biztos, de hogy egy totál más dolgot elkezdett csinálni. Igen. Tehát, hogy ez úgy benne van, hogy változtatni. Képzeld, én is gondolkodom ilyesmin, hogy nem tudom még, hogy mind. A meseíráson már én is gondolkodtam, az tök jó. Én blogot írok, meg hát csinálom ezt a podcastot, de ez mondjuk hülyeség, ez valamennyire ide tartozik, amit csinálok, de hogy az élet, az, tudod, van ez az élet, az máshol van, és hogy mindig valahol máshol van, és az emberben azért ott van ez a gondolat, hogy főleg, ha sikeres vagy valamiben, vagy valami úgy megy, hogy jó, de hát ott még ott a sarokban kell, hogy legyen valami, amit én nem, amiről lemaradtam, vagy nem. És mondjuk a te megközelítésed így a család, meg gyerek, meg minden, ez egy nagyon szép és más. Nekem is van 4 gyerekem, rengeteg gyerekem van, a biztos, hogy csak 2-vel élek együtt, de hogy
hogy én is ezen mindig gondolkodom, hogy mi a felelősségem úgy velük szemben. De például, hogyha a gyereked azt mondaná majd, hogy akkor színésznő lesz, és akkor... Hát akkor az van, azért nem reklámozom neki ezt a szakmát. Érdekes, egyszer mondta is, hogy mama, én nem leszek színésznő, mert hogy így látja rajtam szerintem, hogy így ez azért néha nehéz. Ő táncoktató szeretne most lenni jelen pillanatban. Nagyon beszippantotta őt a balett, tanul balett, és ilyen modern tánc, tehát ez az ovis is nagyon élvezi, és akkor ő már kitalál saját koreográfiákat, és saját táncfajtát talált ki. Nagyon jó. Pálmatánc, úgyhogy most ez van. Igen, a de azért az előadó művészet az ott van benne, de azt látom, hogy egyszerre nagyon jól analizál, nagyon okos is, és bátrabban mondja sokkal inkább, mint én valaha a meglátásait. És nagyon jó rendszerekben gondolkodik már is, úgyhogy nálunk a családban egyébként nagyon erős a vizuális, nem tudom, genetikailag egy ilyen vizuálisan klassz képességű család. Vannak formatervezők, van, aki ügyvéd lett, de ott van benne is ez a készség. Úgyhogy izgalmas lesz, hogy ő mi lesz. Meg, de igazából nyilván nem, hogy mondjam, ez már kívül esik a te körödön bizonyos értelme, nem? Micsoda? Hát, hogy mi lesz belőle? Ja, miért? Nem beleesik szerinted? Hát ez fontos szerintem. Nem, de úgy értem, hogy a, nem a, a hatókörödön esik ja, kívül. Ja, igen, hát nagyon nem tudsz, persze. Nem is biztos, abban, hogy majd kell. Ő rátalál arra, hogy ő kicsoda. Maximum ebben tudom támogatni, hogy erre találjon rá, hogy ő ki. Igen, mert ez, én legalábbis azt láttam, hogy a gyerekeim, hogy mindig az emberek van valami elképzelése, hogy majd milyen lesz. Ez egy ilyen és ilyen, ez meg egy ilyen. Igen. Most is mondjuk a kicsiről, hogy ez ilyen. És igen. Akkor általában rácáfol, meg teljesen más lesz. Sokszor az egyik, akiről azt gondoltad, hogy az majd rád fog hasonlítani, vagy az teljesen elmegy más irányba, a másik, amikről. Nem tudom, ezt mi határozza meg, de te ez a kérdés engem is érdekel, vagy foglalkoztat, hogy mi lesz a, meg mit adunk tovább, mert ugyan büszkeséggel mondtad ezt is, hogy ugye az előadó művészet azért ott van benne. Tehát valahol én is tök büszke vagyok, az én kislányom is balettozott. Most egyszerűen a szülők ránemérése miatt hagytuk abba, mert nem tudjuk elcipelni a balettórára. Tehát ez ilyen nagyon ciki és rossz szülős vagyunk. Nincs, aki elvigye valami. Nincs, mert a babysitternek nincs kocsia, nincs, mindenféle problémák vannak, mi meg ugye ebbe a pörgő mókuskerékbe vagyunk mind a kette. Ez persze nem jó, de hogy én is tök büszke vagyok, mikor ő kiáll és előad, mert ő is persze primadonna, és most, hogy megszületett a kis testvére, most még nagyobb primadonna, most inkább a drámai vonalat viszi. De hogy én is, vagy a büszkeség úgy battog az emberbe, hogy azért mégis, amit csinálom, igen. Most oké, hogy az élet máshol van, meg a színház jó, de azért mégiscsak azért a színház, meg hogy mondjam, a színpad, meg a művészet azért. Szóval valahol ott van bennünk, nem? Hogy persze. Azért legyen az életének központi része, hogy legyen ott benne, nem? Persze, abszolút. Bennem mindig kettősség van, mert nálam az a család része, egy része nem volt semmi köze az előadó művészethez. És például csak így egy ilyen, nem tudom, hogy ezt, hogy hozzam ezt be, de nagyon sokat valamiért, sokszor volt valakink beteg, mi sokat jártunk kórházba, orvoshoz. Sokszor jártam olyan intézetben, ahol megrázó dolgokat láttam. És azt is éreztem olyankor, amikor ápolnom kellett, hogy bennem ehhez is van egy készség. Valami ahhoz a pillanathoz, amikor valaki olyan állapotban van már, hogy nehéz velem mit kezdeni, vagy nehéz azzal szembenézni, és akkor valahogy egy olyan ösztön jött elő, hogy persze, megcsináljuk, vagy akkor tartom vele a kapcsolatot, és az összes ezzel járó nehézséget szinte könnyedén, sőt, olyan érdekes, hogy egy öröm volt bennem, amikor így valakit az utolsó útján úgy tudtam elkísérni a családból, hogy nem ért rá más, és én jártam ápolni. És akkor felismertem ezt, hogy nekem valami ilyen hiányérzetem van, hogy a felelősség, vagy valami, ami talán lehet, hogy kellett volna jobban foglalkoznom azzal, hogy egyébként a világból azon kívül, hogy nagyokat érzek, hogy így mi az, ami az agyamban történik. És ez kicsit későn jutott valamiért.
eszembe, hogy lehet, hogy kellett volna tanulnom mást. Hmm. És egy orvosi pályát most már így utólag el tudok képzelni, hogy sokkal jobban kellett volna foglalkoznom, kevésbé az érzelmeimmel, és az önkifejezéssel, és lehet, hogy akkor azt érzem. De annyiszor van, hogy megyek orvoshoz, és kiderül, hogy rendező akart lenni, vagy színész, és ezek nagyon, nagyon szép dolgok. A megéletlen készség, vagy az olyan élet, ami ott lebegett a szemed előtt, de nem, valamiért mégsem arra mentél. De azért szerintem lehet itt azért ilyen középutat találni, tehát ezt értem, amit mondasz, meg a felelősség, az engem is most azt tartotta, tehát vannak ilyen kiégési periódusok azért az ember életében mindig, szerintem nem nagyon gyakran, de mondjuk már nekem is volt, és de akkor ami tovább vitt, az pont az volt, hogy elkezdtem ezekkel a szociális projektjeinket kitalálni, megcsinálni, ami látszólag távol áll a szószoros értelmében előadóművészettől, de igazából a lényeg az pont ez volt, hogy mi hiányzott az, hogy az emberek közelebb. Mindig is arra vágytam, hogy a közönség közelebb legyen. Igen. Tehát, hogy ne legyen a színpad, közönség. Igen. És akkor ezt így mindenfélét kipróbáltam, és akkor, amikor a Beethoven projektben siket embereknek, meg is hallássérülteknek zenélünk ebbe a projektbe, beültek a gyerekek, felnőttek egyaránt a zenekarba, és ott ültek, és fogták a hangszert, mert ugye csomóan csak úgy tudják, tehát akinek hiányzik mondjuk a hallóideg, az nem tud sehogy hallani, hanem a rezgést érzi. És akkor megfogják ezért, és azt éreztem, hogy most ezek az emberek lehet, hogy nem pontosan hallják, ami történik, de érzik a flow-t, amiben benne vagyunk, és az arcukon ugyanazt láttam tükröződni, amit én egyébként szeretnék, hogy a közönségen tükröződjön olyan embereknek, akik nem hallottak, és akkor az adott egy olyan, amiről te is beszélsz, hogy hú, ezt kerestem, és ez hiányzott, és ez itt van, és most lehet, és egy olyan energiát kaptam, hogy utána minden sokkal könnyebbé vált, megcsináltuk a közös hangot, meg ilyen nehéz sorsú gyerekekkel zenélünk együtt, és ez ilyen hülye dolog, meg kívülről ez ilyen jó emberkedésnek tűnik, de ne egyáltalán, ez nekem kell. Tehát ez nekem tök fontos, meg a többi zenésznek melléktermékként fontos annak is, aki benne van. Igen. De hogy ez lehetséges, és igazából a te eszközeid, a te eszköztárad is lehetővé tesz egy ilyet, és pont az a színház, szóval, amiben vagy, az tökre nyit egyébként ezekbe, tehát itt ott vannak ilyen közösségi darabok, vagy nem tudom, tehát ahol ilyen aktuális problémákat dolgoztok föl, meg volt ez a segítő szakmákkal. Tehát, hogy van, én azt érzem, hogy van erre késztetés, így az emberben személy szerint is, de van erre talán mód is, nem? Abszolút van, és ezt azt érzem, hogy most ezt szeretném keresni. Eleve, amikor elvégeztem 2 éve egy ilyen jógaoktató képzést, és akkor ebben van nagyon sokféle irány, vagy azt éreztem, hogy szeretnék olyanokkal is foglalkozni, akiknek esetleg gerinc problémájuk van, és akkor van egy olyan csoport, akik anyaotthonokba járnak. És akkor most végre eljött az az idő, hogy a napközbeni szakaszaim nem próbákkal telnek, hanem lesz erre időm. Hát én is azt érzem, hogy pontosan ez hiányzik, hogy az emberekhez közelebb menni, és nem, mert van ebben valami érdekesen ez a feszültség, vagy ez a távolság így be tud állni, így ott tud maradni, hogy ők ott ülnek, nézik, és én meg így pörgetem magam. És ez valamikor ilyen jó kis balanszban jön ki, de egyszer csak van, hogy azt érzem, hogy de most már én le akarok oda menni. Vagy le akarom hozzátok vinni, vagy azt szeretném, hogy így legyünk, és ne így legyünk. És ez, amiről beszéltél, az abszolút ez az érzés. De igen, ez szerintem műfaj probléma is, tudjátok, az, hogy kiállsz oda, és tök egyedül vagy, mindenki rád figyel, az arcodat mindenki ismeri, vannak rajongóid, de mégis tök egyedül, valahol tök egyedül vagy, mert ez egy teljesen másfajta interakció. És mint például ezt a beszélgetés sorozatot is azért kezdtem el, mert én szeretek beszélgetni, tehát nem a végeredmény miatt, hanem mert csomó ember van, akire kíváncsi vagyok, és soha nem szánnánk egymásra egy órát, mert mindenki rohan, meg van egy csomó, és akkor most tessék, vannak kamerák, és fogsz velem beszélgetni egy órát. Tehát ez szerintem tökre megoldható, és annyira kell az embereknek ez, de nem az, hogy a nagy művész lemenjen közé, értem, hanem az, hogy az energiád, mert ugye te valószínűleg azért állsz a színpadon, mert van egy olyan energiád, ami oda repített téged, és nem tudtál máshova menni. Tehát ezt az energiát keresik az emberek. És nem tud mindenki eljönni az Örkény Színházba, meg nem tud mindenki elmenni a Zene Akadémiára, de az energia az kell, nagyon-nagyon kell nekik, mert ebből ők táplálják, tehát amikor elmegyünk egy ilyen iskolai dologra, vagy egy ilyen közös hangos dologra, valahova nyírkátára, és akkor ott van egy ilyen
történés, egy koncert, vagy valami, akkor érzem azt, hogy most hagytunk itt energiát. Lehet, hogy nem fog érted ki, tehát nem gondolom azt, hogy akkor most onnantól ők abból élnek, de hogy mégis megtörtént ez az energiacsere, és egyébként azt érzi az ember, nem, hogy mindenki egy kis kapszulában van, és ezek az interakciók, jó, megtörténik a szerelmeddel, vagy a gyerekeddel, vagy nem tudom, de over, és ennyi. Igen. És még ilyen nagy baráti társaságok sem nagyon jellemző, hogy lennének kevesebb, és nincs meg, hanem az üvegfalon nem tudunk átnyúlni. És ezt tökre, de közben mindenki akar, mindenki ott áll szomjasan, éhesen az a saját kis üvegburájában, a másikat így nézi, kívülről, amikor az visszanéz rá, akkor lesüti a szemét, nem? Tehát, hogy... Hát teljesen, igen. De ez most ráadásul, hogyha elolvasol olyan, csináltam a Gyarmati Fanni naplóját, uh-huh. és akkor ennek az első szakasza az, hogy hogyan jöttek, mentek. Különböző medvekör, találkozók, egymással interakciók. Ez gyakorlatilag egy olyan kor, ahol az emberek érintkeztek, beszélgettek, ütköztek a vélemények, és nagyon sok mindenki tényleg egymásból is gondolkodott. Ez most így nincs. Tehát azt érzem, hogy technológiailag is le vagyunk persze választva egymásról, de más az életstílusunk, más a kommunikációnk teljesen. Tehát egy civilizációs, óriási változás volt azóta. És a műfaj is, amiben dolgozunk, van egy ilyen elit része, hogy tényleg mégiscsak annyiba kerül egy jegy, amennyibe kerül, és azok mennek el oda, akik ezt meg tudják venni, és hiába csinálunk egy előadást, sokszor ezt érzem a segítő szakmákról, hogyha nagyon sok ember ezt meg sem engedheti magának, pont olyanok, akiknek ez nagyon-nagyon löketet adna. És nekem ezekkel is vannak kérdéseim, és ez nem egyfajta, nem is tudom, igen, nem ez a jó emberkedés, vagy nem tudom milyen szociális érzékenység, hanem egész egyszerűen egy teljesen humán dolog, vagy egy emberből vagyunk, és egymásra van szükségünk, egymásból kell léteznünk. Nem szeretek ennyire leválasztva lenni. És nem csak engem feszít, azt látom, hogy nagyon sokan keresik a helyüket a világban, most egy ilyen időszak van körülöttem, és van egy ilyen kis falu, ahova lementünk, vettünk egy házat, Szanda, és Nógrád megyében van, és ott is ezt érzem, hogy akik oda lementek, sok-sok pesti, ugyanez, hogy keresik azt, hogy hogyan lehetne valami dinamikát váltani, hogyan lehetne akkor a helyiekkel, hogy azt, ahogyan mi itt élünk, és tényleg én Szarvason születtem, nem kis falu, de azért mégiscsak én jobban érzem a vidéki embereknek a gondolkodását, a nyelvét, hiszen ott éltem 18 évig. És akkor nagyon helyes, ahogy egy ilyen pesti közösség elkezd gravitálni egy ilyen közeghez. És ahogy a Dobutcában nem szólította volna meg a másikat, így igen. Itt már Szandán abszolút. Megszólít. Igen. Jó, de ez ilyen butaság, nem, hogy le kell menni a Szandára, hogy valahogy de tényleg ez kell hát hozzá. Valahogy mégiscsak helyzetbe kell az ember hozzá igen. magát, hogy, igen, hogy megtörténjenek vele ezek ilyen, a dolgok. Vannak ilyen területek, a Káli medence is ilyen, ahova mennek igen. a pestiek. De ott már... Ott egy kicsit, igen. Ja, Szandára, igen. Oda nem mernek menni, mert ott hú, az veszélyes, nem? Hogy nem veszélyes, hogy nagyon szép, gyönyörű. Kék túravonal van vár, lehet menni. Hát nagyon sokszor. De mikor tudsz Szandán lenni? Játszol minden este, próbálsz? Van, hogy így egy napra leszaladok. Hogyha len van a család, mert ők ugye nem dolgoznak esténként, akkor igen. ők le tudnak menni pár nappal többre, és akkor én lemegyek hozzájuk, és visszaszaladok. Ja, így. Nyáron sokat, vagy sokkal többet, de mondjuk nyáron apukámnál voltam. Futbolista nem akartál lenni soha? Ezt miért kérdezed? Mert hogy én tudok futbolázni. Igen. Nem, a hangszerrel nem volt ennyire közeli a nem tudom. A zene, mint olyan, az nem? Azt tehát, éreztem, hogy az ujjaim ügyetlenek. Igen? Tehát, hogy ehhez, igen, tehát, hogy nincs benne semmilyen virtuózitásra való... Virtuózitás, de az mindig a zene jön el. Tehát, hogyha igen. vagy megfog a zene, vagy nem, vagy akkor az nem játszott olyan. Belül van zene, és van zenei érzék, de valahogy a kezemen azt éreztem, hogy ahhoz képest sokkal nem éri utol ezt a dolgot. Uh-huh. Ez egy hülyeség? Nem, de a technika az azért tanulható. Tehát a színészi technika is valamilyen szinten tanulható, nem? Vagy ez hülyeség? Hát, én akkor ilyen nem tudom, volt valami ott, egy tanárváltás volt, és úgy elidegenedtem a tanáromtól akkor. Ja, én nagyon utáltam az első zongoratanáromat. Igen, akkor. Igen, de annyira, nem tudom, valahogy túléltem. És ő ezt már nézi ezt az interjút, és meg tudja. Már belőle. Többször lenyilatkoztam ezt, és mindig utólag jutott eszembe, hogy bocs.
De nem mondom el a nevét. Nem. Jó, nem. Ő sem szeretett engem. Igen. Viszont mindig engem küldött koncertre, mert én nem izgultam annyira, sőt, engem földobott, hogy koncertezhetek, és akkor voltak ilyen lieblingek, akik sokkal jobban szeretett, és én ilyen rossz jegyeket kaptam a zeneiskolában. Tényleg. Persze, de én az énekből is egyszer majdnem megbuktattak gimnáziumba, de az már egy ilyen rebelliónak volt a hatása, mert nekem nem volt füzetem, és én írtam egy ilyen beadványt, hogy szerintem rosszul tanítják az éneket. Nekem is mondta magyar tanár, hogy én ne legyek színész, hanem valami, nem tudom, menjek el ilyen. Na, hát akkor szeretettél. Mert beleláttam esetleg versekbe olyan gondolatot, ami nem volt a könyvben, és így nem értette, hogy én itt mit különzködök. Sajnos nem talált. Az első magyar tanárom csodálatos volt felsőben, és aztán később volt egy ilyen rosszabb kör. Nem passzoltunk. Mondtad, hogy a kislányod most fog menni iskolába. Igen, hát ez egy izgi kérdés. És nem, igen, mi van ezzel, mert ezt mindenkinek földobom, ezt az iskola, igen. Meg mi lesz, mert ugye tehát valamit azért szarvason azért csak jót kaptál, hogyha végül az volt, lett, ami voltam lett. Szerencsés, volt néhány nagyon jó tanárom, nem pont azokból a tárgyakból, amikkel aztán tovább mentem. De az minden nagyon is szerintem. Nagyon jó voltam gazdaságföldrajzból, csodálatos földrajztanárom volt. De volt valaki, aki magára a csodálatra, ugye a... Apukám, nagyon veszélyesen álltam fizikából az elején, és akkor elvitt a 90 éves fizika tanárához, jártam külön órára. Hmm. És bementem tényleg egy ilyen régi ház. Én öreges professzor. Ilyen, teljesen, ez a nagyon, nagyon finom konyhaszag, amikor így minden rend van, de ilyen régi. És akkor a kis remegő kezével, gyönyörű betűkkel írt lassan, és megelevenedett, rájöttem, hogy a fizika az az élet, de ez nekem órán nem derült ki. Hmm. És ott valahogy úgy mentem haza, megszédülve ettől a tantártól, ami semmi közöm nem volt. Nem lettél Nobel-díjas fizikus. Apukám nagyon szerette volna, hogy kémiával foglalkozom, mert ő vegyész, és nagyon várta, hogy ezzel menjek tovább. És így néztem rá, hogy ezt így, hogy gondolod. De nem volt ezekkel így gond, csak nem érdekelt annyira. Ez a drága bácsi, Kunos Bandi bácsi, meg is kell róla emlékezni. Ő nagyon, akkor jöttem rá, hogy nagyon nem mindegy, igen, hogy milyen tanárral találkozol. Iskoláról? Nem szeretném, hogy szegregáljam Lottit egy elit iskolába például. Pont erről beszélgettünk nem tudom, most az adás sorrendet, tehát lehet, hogy tök rosszul mondom, ja. De a Bősz Ádámmal, pláne ki kell vágni, Nyári Krisztiánna. Ja, Krisztiánna. De neki az AKG-ba jártak a gyerekei, és ez tényleg egy nagyon felvilágosult szemléletű iskola, de hát ugye megvan az a hátránya, hogy csak gazdag gyerekekkel fog együtt járni. Igen. És hogy ez egy nagy kérdés, az én lányom is most fog iskolába menni, hogy akkor mi a jó döntés, de igazából most azt mondtad, hogy ott van a Kunos Bandi bácsi, és akkor a Kunos Bandi bácsi igazából mindegy, hogy milyen rendszerű iskolában így tanít, van. Ha Kunos Bandi bácsi ott van, akkor a dolog meg van csinálva. Valamilyen nincs szinten, ott, igen. Akkor... Van olyan azért, hogy a rendszer egy picit, most volt is ilyen kalandunk, hogy meg tudja nehezíteni a kiváló pedagógusnak a dolgát, esetleg egy olyan felettes, aki kicsit vaskalaposabb, és kemény, és olyankor az nehéz. Tehát igen, arra kell figyelni, hogy akkor őt hagyják dolgozni, az a nagyon jó pedagógus, igen. Aki ott van. De nagyon akarok arra figyelni, hogy tényleg ne sofőr vigye oda a gyerekeket Teslával. Tehát így azt hiszem, hogy... Picit ide kapcsolódik, de hogy ugye volt az életed, amikor azért azt gondoltad, hogy megpróbáltad azt a külföldi karriert. Igen. És voltak is, amennyire tudom, komoly helyekre be is jutottál. Ez voltak. Tényleg így van, és az a jó benne, hogy önerőből, tehát nem volt egy sugár. Igen, és magyarként azért végig gondoltam, hogy hány magyar színész csinált karriert külföldön, és hát azért most itten akár a régi nagyokat, akik ugye Kavós Gyulától kezdve kimentek Amerikába, és igazából mindenki megfázott Amerikában. Németországban még lehet azt mondani, mondjuk Ernyei Béla, hogy van, aki csinált mondjuk húzamosabb ideig karriert, de hát ez nagyon-nagyon kevés, és hogy Nem most, ahogy gondolkodtál ezen, hogy na most mi lesz, hogy hogyan tovább, hogy volt benned, vagy van benned mostában olyasmi, hogy elmennél újra? Gondoltam erre, de az a helyzet, hogy én
Én már nagyon szeretem itt az embereimet, és szeretem a helyeimet. Standard. És azt is érzem, hogy van is dolgom. Tehát valahogy azért most már másképp gondolom azt, hogy nem véletlen, hogy hova születik az ember. És hogy nagyon, nagyon sokáig tudsz még tevékeny lenni, és változtatni dolgokon, vagy megpróbálni változtatni. És hát itt van egy olyan közeg, ami ott nagyon hiányozna. Pont, már amikor pont lehetett volna egyébként Berlinben jobban beilleszkedni, már addigra elkezdtem megbarátkozni jobban a nyelvvel, addigra fáradtam el abban, hogy hiányzik a közegem. És hogy nagyon lefáraszt egy olyan munka, ahol mondjuk egyszerre három nyelven beszélnek. Tehát ahol megy az angol, német, a francia, és rájöttem, hogy nagyon, nagyon fárasztó mindent konvertálni. És közben meg csomó helyes ember volt. Nagyon jó dolgokba futottam bele. Az viszont érezhető volt, hogy annyira hektikus az, ahogy az ember munkát kap. És abban ki lehet vérezni, hogy nagyon sokáig nem látod, hogy mikor jön a következő. És közben fenn kell tartanod magad, de ha meg beállsz dolgozni valahova, akkor onnan meg nem tudsz elmenni castingokra, stb. És nem tudsz rájuk készülni. Tehát egy ilyen ördögi kör volt itt is, ott is. Amerikában tényleg nagyon, nagyon klassz volt, de az nem volt érdekes, hogy igen, akkor ilyen sok interjú készült, mert egyszer valakinek elmondtam, és akkor így nagyon sokan kérdezték, de igazából ezt nem kellett volna ennyire elmagyarázni, mert ez egy feltételezés volt, hogy egy kalandvágy volt. Az érdekes volt, hogy teljesen véletlenül, hát írtam rengeteg levelet casting direktoroknak, több százat, majd ezret, és volt, aki válaszolt, és így találtam egy ügynököt, aki meg látott egy brazil filmben, mert a felesége brazil volt. És együtt látták azt a filmet, és nagyon véletlenszerűen jött össze, hogy ő egyébként egy nagyon, tehát ő nagyon kevés embert képvisel. A Narcosban a Wagner Moura brazil színész, tehát őt az ilyen nagyon izgalmas emberek érdekelték, aminek azt éreztem, hogy nagyon örülhetek, hiszen nem egy olyan ember, aki sémákban gondolkodik, hanem a bonyolult karaktereket keresi. És akkor elkezdett vinni ilyen independent film irányba, meg mindenfelé, de egyszerűen nem volt vízumom, kilátástalan volt anyagilag, ez fenntarthatatlan lett volna, és rájöttem, hogy én meg annál jobban szeretek dolgozni, mint hogy ott még hazajöjjek reklámokat csinálni, abból kimenjek és ott legyek. Tehát ez szokták csinálni európai színészek, hogy itthon akkor feladják azokat a határokat, amiket meghúztak, és mindent elvállalnak, és akkor abból tartják ott fönn magukat, amíg egyszer csak vagy sikerül, vagy nem. Ja. És aztán feladják. Igen. Egy valamit nagyon megtanultam, másképp bánok már a magyar szöveggel. Tehát valami történt mégis az amerikai, meg a német, de főleg aztán a német színházi, az, hogy rengeteget láttam, rengeteg emberrel dolgoztam, mégiscsak az megtörtént, hogy valahogy másképp, azon a itthoni tréningen túl egyszerűen kaptam egy másik fajta tréninget is így az élet által, és az meg nagyon hasznos. Hasznos, amikor a Budó Viktorral dolgozom, hasznos, amikor egy filmhez kell castingot csinálni, mert tudom, hogy nem ezen az energiaszinten kell indítani, hanem tudom, hogy 10-es skálán a 9-es, 10-est kell belülni, mert azt kérik, vagy azt szeretnék látni, és nem tudom. Tehát ugye ezek ilyen hozzáállásbeli dolgok is, ami meg egy jó hozadéka volt végül. És végül, igen, hát ott van a film, tehát hogy állítsátok meg Teréz anyut, de hogy nekem azért mégis a színpadról jutsz eszembe, persze igen, én vagyok, de hogy persze. Például a Stuart Mária az nagyon bennem van, azzal jöttél vissza talán. Igen, ugye? Igen. Meg hát egy csomó más dolog is, de hogy ez tök érdekes, és nekem is egy fontos tanulság abban, amit én csinálok, hogy az időbelileg elillanó az mennyivel tartósabb, mint a tartós. Tehát, hogy az előadás, ami lemegy, vége van, és akkor még vannak, tudod, ezek a legendás előadások, amik már nagyon-nagyon régiek, ugye az ügynök halála, a tímárral, meg nem tudom, tehát apáink se látták már, vagy még az én apám látta ezeket, de nekem nagyon idős. Tudunk róla, hogy volt. És hogy volt, és tudod, hogy volt, és valahol, és lehet, hogy felvétel sincs róla, hogy van esetleg, de nem az a lényeg, hogy nem fogod megnézni, csak tudod róla, hogy volt az az előadás, és valamiért az előadás fontos lesz, hogy neked azért ez alatt a 20 év alatt itt az őrkény, vagy 19 év alatt, azért adatott egy pár ilyen, igen, nem? Azt hiszem, igen. És hogy amiért nagyon ült itt az egyik adásban az Ókvárci Veszter, és vele is beszélgettem, és én mondtam neki dicséretet, hogy nagyon sok jó dolgot csinált, és mondtam neki kritikát is az opera igazgatására, és ott az volt a kritikám, hogy a társulatot
ugye megszüntették az operában, és átálltak egy más típusú működés, amit ő megmagyarázott a saját szempontjában, hogy ez miért van úgy. Ezzel együtt én belülről úgy érzem, meg kicsit nézve azt a néhány színházat, ahol nagyon erős a társulat és a társulati gondolkodás, hogy azért egy olyan plusz minőséget tud hozzáadni. Te azért 20 év alatt nyilván nagyot változott a társulat az Örkényben is, meg jöttek, mentek emberek, folyamatos a fiatalitás ott is. De hogy ez belülről hogy éled meg? Most már azért nagyon sok színházban ez a társulatiság mondjuk világszinten kezd azért fellazulni, nem mindenhol tartják már ezt a dolgot, nehezen fenntartható, rosszabbul keresel, ha társulatban vagy, mint hogyha ez a szava. Tehát egy csomó olyan negatív dolog van, de közben azt lehet látni, hogy a társulatban gondolkodik egy színház, akkor magasabb szintű előadások jönnek létre. Ez most egy nagyon leegyszerűsítő dolog. Belülről ez így milyen? Hát ez természetes, hogyha egy társulat, egy komoly vezetői vannak, és kialakul egy szellemiség, akkor az egy, vannak ívei fejleszthető valameddig. És akkor ez egy ponton meg tud akadni, akkor vagy kell vérfrissítés, jöjjenek friss színészek, mindenképpen kell, hogy jöjjenek fiatalok, rendezők, más gondolkodású rendezők. Esetleg el kell gondolkodni azon, hogy pont azt hiszem a Polgár Csaba nevezte így, hogy a köldöknézős magyar színházi dologból hogyan lehet kitekinteni, vagy hogyan tudunk egyszer csak úgy beszélni magunkról, hogy Európa része vagyunk, hogy egy picit ne csak a mi nyavajáinkat nézzük, vagy nem tudom. Mindenesetre azt érzem, hogy ezek tényleg ilyen hullámok, és vannak mikrohullámok, meg vannak nagy hullámok, amik nagyon látszanak, és vannak, amiket mi érzünk belül. De valami, ami ilyen pici, az is néha nagyon nehezen viszi az ember tovább a munkát, vagy belül okoz egy elakadást. Hát segítjük egymást, szerintem az nagyon van, hogy mi nem vagyunk egy viperafészek, tehát egy nagyon-nagyon szeretetteljes közeg vagyunk alapvetően. Tehát szerintem az egyik kulcsa vagy titka az Örkénynek, hogy nagyon emberi. Ez akárki bejön, szeret ott maradni, nem egy ilyen elitista társulat, bárki leülhet közénk, nem tudom. Azért a 20 év alatt tényleg annyira sok minden történt, annyira sokféle rendező jött. Én alapvetően azt látom a társulati működésben, hogy egy picit infantilizál. Akárhogy jön, akarva akaratlanul is, mert a rendszer fajtasága ilyen, hogy másképp nem is működik, tehát ugye mindenki elkezdi széthúzni a dolgot az egójából, vagy az individuumából fakadóan, akkor el fog kezdeni szétesni. Ezért nagyon fegyelmezetnek kell lenni. Ez a fegyelmezettség átcsaphat egy ilyen, jó, hát akkor majd én nem tudom, majd bejövök, és akkor megmondják, hogy mit csináljak, hogy nem tudom, mit csináljak. Az ember így el van. Ettől beindulhat egy ilyen energiaszint leesés. Tehát ez egy folyamatos éberséget kíván, mert vannak kívülről jövő formáló hullámok, és vannak a belülről jövőek. És állandóan ebben, meg a feladatban mindig egy ilyen balanszírozás. Ez azt jelenti, hogy egy családtag azt látja, hogy iszonyú elő kell csinálsz valamit, amit néha nem is tudja, hogy te miben vagy, vagy nem tudja, hogy ez mi. Nem tudom, hogy milyen például egy zenekarnak a felépülése, vagy hogy vannak itt, azért nagyon sokan van. Ki is alakulhat egy klikkesedés, nem? Mindig ők vannak közel egymáshoz. Tök érdekes, hogy nem alakul ki. Tehát, hogy van valami, minimális szinten van, aha, de ott itt is van egy infantilizáló hatás, tehát ez sokszor óvodaként működik. De ugye az óvodában is, hát szereted a gyerekeket, nem? Tehát az a gyerekek, azok aranyosak. És nekem ez mondjuk évekbe telt, mire rájöttem, először, hogy óvodát, mert elvisel ezek, nem felnőttem. Aranyosak. Mert alapvetően az a jó, hogy mindenki ugyanazt akarja, csak nyilván, amikor ráadásul hierarchizáltan működsz, van egy rendező fölötted, vagy van egy karmester, aki megmondja, mit csinál, akkor ezek a gyerekes dolgok, ezek felerősenek és visszajönnek, igen, de közben meg a gyerekséggel járó pozitív dolgok is ott vannak, tehát, hogy megmozdíthatók, kreativitásra nyitottak. Ez abszolút, tehát, hogy ezt, ha az ember felfogja, meg megérti, hogy nem ő a célpontja feltétlenül ennek a dolognak, hanem csak a kiváltója mondjuk, vagy a helyzet az ilyen, akkor tök jól tud működni. Nekem ez évekkel lettek, mert ugye ráadásul nálam minden zenekar, amikor elkezdtem ezt a szakmát, nyilván mindenki idősebb volt. Tehát ez nem egy kezdőrendező, oda megy egy nagy társulathoz 20 évesen, hogy most megrendezlek, hát azért az elég ijesztő, és akkor nyilván hülyeségeket csinálsz, mert nagyon megrendezed, meg nagyon kitaláld egy koncepciót. És akkor egy idő után rájössz, hogy egyébként
ők rájuk rohadtul lehet építeni, nagyon sok mindent lehet építeni. Persze, hogy neked kell, hogy legyen koncepciód, de ez nem feltétlenül úgy működik csak, hogy nekem kell egyesével belevernem az összes hangot, igen, hanem nekem már csak egy rendező elvem van, vagy egy ilyen utolsó simítás kezem, vagy egy inkább egy hangulat, amit a próbán megteremtek, vagy egy amiből belehelyezkedik. Fontos, hogy mi az az atmoszféra, igen, hogy ez összerendezik. Mert ő akarja, tehát a színész is akar, aha, jól játszani, a zenész is akar jól játszani, és milyen szép a mi nyelvünk, hogy mi mind a ketten játszunk, de hogy nekem nem az a feladatom, hogy én kikényszerítsem belőle, hanem hogy lehetővé tegyem, hogy ő jól játszon. Ez nagyon jó. De ez még fiatal vagyok, ezt most el tudom mondani, de még nem tudom megcsinálni teljesen, de majd az évek, tehát ez egy nagyon hosszú pálya. És mi érzed, hogy nem tudod? Mert még nem tökéletes, nem tudom mindig. Tehát... És van olyan, hogy tökéletes? Nem, de van az anyagismeretnek már az a szintje, amiről te is beszéltél most, hogy ugye hogy már magadat másképp kezeled meg. Értem. Tehát van, amikor a darabot, az anyagot, a tennivalót előre látod a próba folyamatot, hogy hol kell beavatkozni, majd mi lesz a probléma, mi nem. Bizonyos daraboknál ezt már tudom, de akkora a repertoár, hogy mikor előről kezdem, akkor még nem úgy tudom. Nálam is van már egy... Elképesztő. Van egy rutin, de nem, de mindig vannak új dolgok. És, tehát ettől izgalmas. Tehát egy karmester az akkor jobb, minél öregebb. Ugye a zenésznél, a színésznél ez nem feltétlenül van így, és hogy te is elmondod a dilemmáidat azért ott, hogy mondjam, tehát ez önmagában tud kevés is lenni, és egyszerre sok, és egyszerre kevés, és ezt érzem a zenészeken is sokszor. És például, mond még egyszer, ezek a más típusú tevékenységek tök jók. Tehát nagyon jót, igen, tesznek neki. De én visszacsatolva csak az infantilizálásról, hogy pont erről beszéltem inkább, hogy a felelősség, mert te most beszéltél mégis valami olyan jelenségről, ami a felelősséged azokkal szemben, akik adják a tehetségüket, és hogy te hogyan bánsz ezzel az emberanyaggal, munícióval, és hogy te is hogyan tudod ezt fejleszteni magadban, és néha azt érzem, hogy ezt veszi ki a színész kezéből a társulati lét, ezt a fajta felelősséget, vagy ezt a felnőttség, vagy nem is tudom, lehetőségét annak, hogy te alakíts dolgokat valóban. Ez az a pont, ahol a színész el szokott kezdeni rendezni. Gondoltam erre, de már egyszer akartam egy filmet csinálni. Még Lotti születése előtt egyből filmet. Nem nagy filmet, csak így valami. Mert engem a film, hát nekem azért a másik részem a film. Tehát, hogy pont a Legjobb tudomásom szerint című filmmel éreztem azt, és a Játszmával együtt, és ott pont jött két magyar filmdíj, ami egy ilyen megerősítés is volt a szakmától, de most éreztem meg, hogy most tudok bánni ezzel a két kamera. Tehát most van az, hogy olyan a viszonyom a kamerával, hogy el tudnék kezdeni egy távolabb dologra nyúlni fejlődésben. Csak most nincsenek felkérések. Úgyhogy ez így belül zajlik. Igen. Belül csinálom. És volt olyan, vagy van még benne, mondtad, hogy akarsz csinálni egy filmet, igen, de hogy, vagy akartál, nem akartam, tudom, de hogy még ez, van egy ilyen erős vágy, hogy ezt meg akarom mindenképp csinálni, így vagy úgy, de szerzek rá pénzt, vagy beviszem valahova, de van ilyen nagyon erős? Lehet, hogy lesz, ez attól függ, hogy most így nagyon még a gyerekben, de azt hiszem, hogy én így emellett nem tudok ennyire kiteljesedni, de ez egy jó stratégia, hogy amikor majd kamasz lesz, és rám vágja az ajtót, akkor elkezdek valószínűleg rendezni. Igen, ne, ez hamarabb bejön. Én most elkezdett az 5 éves kamaszod, nem tudom, hogy csináljam, hogy egy kis esélyre megszületett, ilyen szörnyű. De a rendezés az, hogy félig zár, mit csinál? Jelenetet, de ez a nagyon drámai nagy jelenet, utállak, sose szerettelek, mit tudod, és előadja, de nagyon rossz, ilyen rosszféle Brazílban, igen. Lehet, hogy őt is kéne színházba vinni többet, hogy kicsit fejlődjön ez a szkíje. Operában néha elviszem most már. Jó. Szóval, hogy visszatérve meg ilyen szárásként is, mert ugye ezt most kérdeztem a filmet, de igen, hogy meg a jóga, egy csomó mindent csinálsz, meg biztos vagy benne, hogy még mindent ki fogsz találni, meg nő a gyerek, akkor még több mindent fogsz kitalálni. De hogy azért nyugtass meg, hogy azért maradsz még, tehát a színpadon még látod. Annyira sok jó dolgot, meg ilyen meghatározó előadásban vettél részt, ami persze nem jelent semmi, nem mondhatnád egyik napra, mert hogy köszi, ennyi volt vége, de hogy ezt
úgy képzeled az életed, mint egy ilyen patchwork, sok minden? Vagy benne van az, hogy egy nagy űrhajós kilövés teljesen más irányba? Hát, én nem tudom, valahogy más, egyik sem. Olyan, én tényleg azt szeretném valahogy, hogy az a dolog, ami engem a színészet felé vitt, az egy személyiségbeli megoldandó dolog. Pont azért jött a jóga. Az ember magán dolgozik. Tehát engem így vonz az ilyen, csak ahhoz nem vagyok talán eléggé leválva a világnak más dolgairól. Engem vonz az, hogy például kicsit a buddhizmusba jobban elmerüljek. Én egy evangélikus családból jövök, a nagymamám milyen hívő volt, tehát hogy van egy ilyen kötődés kiskortól a mindenható felé. Tehát mindig úgy mentem az utcán, hogy valahogy én így erre gondoltam. Ez nagyon érdekes. És én azt érzem, hogy nekem így ezzel így van dolgom, hogy ezt én az életemben, ezt az életfeladatot, hogy azt, hogy a családommal hogyan vagyok én, ebben jobb legyek, az emberekkel jobb legyek, magammal jobb legyek. Tehát, és valahogy pont érdekes módon a jógának a praxisa, az feltárt valami olyat, amit a szakmám nem tudott megadni. Mert azért a szakmámban sok az öngyötrés, vagy sok az ilyen. A jóga meg mindig azt mondja, hogy ahimsza, ne árts, de kifele se árts, magadnak se árts. És valahogy én így ezt akarom keresni, és minden ehhez hozzárendelhető tevékenységet, ami biztos nem fog így sikerülni, mert általában ez nem úgy van, hogy akkor mostantól az lesz, de tenni érte szeretnék. Úgyhogy minden tevékenység ez ebből jöjjön, azt arra vágyom. De jó. Hát nagyon sok sikert ehhez, mert valahol én is azt gondolom, hogy azért önző okokból csináljuk, amit csinálunk, mert van egy életfeladatunk valóban, hogy magunkon dolgozzunk, és ezt ehhez mondjuk, ez egy tök jó eszköz a művészet, mert olyan fénysugarat tud így bebocsájtani, amit más nem nagyon, de ez nem elég, én is azt gondolom, hogy nem elég, mert az élet ahhoz túl hosszú, hogy csak ennyi legyen. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen fénysugarakat fogsz megtalálni az életben. Én is kíváncsian várom, jövünk gyerekkoncertre. És gyertek gyerekkoncertre. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. A figyelmet.